Sziasztok, én Kaci vagyok, és itt van velem Csirke. Sziasztok. Aki megint hozott egy dobozt, ez most egész pontosan a márciusi Wootbox. Igen, a Loot Crate dobozok után most áttértünk a Wootboxokra. Azt hittük, hogy mostanra már elfogynak a Loot Crate dobozaink, és ezért rendeltük be ezt, ez ugye márciusi, de elég durva elmaradásban vagyunk, mert ugye eddig megjött a novemberi Loot Gaming, meg a decemberi Loot Crate, és azóta várunk a decemberi Loot Crate, vagy Loot Gaming miatt már írtam nekik, hogy hát január 16-a óta elméletileg Magyarországon van, most amikor felveszük ezt a videót, március 4-e van, hogy Mizu, úgyhogy abból már küldik a pótlást, most legrosszabb esetben ebből is két dobozunk lesz, ami már előfordult többször, de azért vicces, hogy ott tartunk, hogy egy decemberi doboz még nem jött meg, ez pedig a március. Hónap elején megjött a hónap doboza. Ilyet is rég láttunk, hát a Wootboxnál így csinálják, itt ugye azért nem kell átrepülni azt a nagy félelmetes vizet, mert az Európán belülről jön ez a doboz, illetve annyi még hozzátartozik azért a történethez, hogy amikor rendeltem, akkor véletlenül a drágább szállítást nyomtam be, mert ez ugye egy 6-7 ezer forint körüli doboz, és lehet kérni hozzá 2500 forintos szállítást, tehát ilyen 9 majd 10 ezerre jön akkor ki, ami simán posta, eddig a korábbi Wootboxunkat így rendeltük, de van egy 5500 körüli szállítási mód is, ami viszont úgy nézett ki, hogy ma reggel felhívott a DPD-s kislány, hogy szia, itt vagyok az ajtóban, meghoztam a dobozt. Tehát akkor futárszolgálattal hozzák, ami biztonságosabb, gyorsabb, és hát március 4-én itt van a márciusi box, úgyhogy... Ja, az más kérdés, hogy nyilván így majdnem annyi a szállítás is, mint a doboz, de legalább biztosan megvan. Hát biztosan megvan, meg időben megvan, plusz ugye, ezt még gyorsan mielőtt kibontjuk, elmesélem ezt a sztorit, hogy írtátok is kommentben, Úristen, mi ez az e-mail, ami jött a Loot Crate-től, hogy hát emelnünk kell kicsit a szállítást, úgyhogy dobozonként 10 ezer forinttal több lesz a szállítás. Ezt írta egy srác, aki egy éves előfizetést nyomott, és kapta ezt az e-mailt. Mi úgy megkaptuk ugyanezt a levelet, de nekünk azt írtak, hogy 2500 forinttal lesz drágább, és mi 3 hónapra fizettünk elő, úgyhogy ebből már azért egyértelmű volt, hogy akkor itt valami gigszer van. És utána írtam is nekik külön a Loot Crate-nek, hogy srácok, ez mi. És válaszoltak viszonylag hamar, hogy hát volt egy kis gigszer, és nem a rendes e-mail ment ki, tehát mindenkinek felszorozták az előfizetésének a hónapjaival ezt a drágulást, ami valójában egy nagyjából 800 forint per doboz, csak érthető, hogy mindenki a világ különböző tájain a szívéhez kapott, amikor a saját pénznemére átszámolva megkapta, hogy 10 000 forintnyi adott valutával drágul egyetlen egy doboznak a szállítása, ami több esetben drágább, mint a doboz. Ja. De erről nincs szó, drágul kicsit, 800 forinttal lesz több, valószínűleg ez is összefügg azzal egyébként, hogy késnek nagyon sokat ezek a dobozaink, mert azzal a szállító céggel, akivel eddig dolgoztak, most összevalhéztak, úgyhogy nem a decemberi Loot Gaming, ami valahol itt Magyarországon van már, vagy eltűnt, vagy még várakozik, hanem a többi dobozunk, amik a tracking rendszerben már benne vannak, de még nem indultak el, azok állnak Amerikába, mert para van a szállító céggel, gondolom valami pénzügyi dolgon nem tudnak megegyezni, és már kerestek új szállítót, úgyhogy az új dobozok már egy új szállító cég által fognak eljutni az emberekhez, de valahogy meg kell egyezniük, hogy a depóban lévő dobozokat se kukázzák, úgyhogy várunk, ciki, de addig is itt van. Ez van, úgyhogy Wootbox március. Wootbox március. Tematikát, itt ugye ilyen kult szavak vannak, azt meg nem mondom neked, hogy mi volt. Ez egy meglepetés doboz lesz. Igen, de majd biztos rajta lesz a kis kártyám. Két extra ragasztom. Még itt oldalt is van. Szóljak, ne szóljak! Lüke vagyok, bocsánat. Nem nézek oda! Ez a kis kártyánk, vagy mi egy füzetünk. Ez a... A Tini Ninjából... De meglepődtem, hogy a tarkója is rajta van. A Tini Ninjából a csávó, akinek egy lila csápos agy van a hasában. Ez az. Ez én az. Én elhiszem. Na. Ebbe egyre nem nézünk bele. Először egy ilyen szemfedőt kapunk, ilyen alváshoz valót. Ez biztos, hogy valami olyan anime, amit én meg nem mondok ennyiből.
De... De olyan, mintha a félszemed nyitva lenne rajta. Igen. Na, annyit foglalkoztál te is az animékkel, amikor csináltuk a Jump Force-os magyarázót, Ring Fent. Melyikből lehet? Sejtem. De ha ti ennyiből tudjátok, akkor most... Most írjátok mielőtt, meg mielőtt kommentben. Mielőtt végignézitek a videót, most írjátok meg kommentben, hogy ez mi, mert... De amúgy buli, meg különleges, tehát ilyennel még nem találkoztunk egy box. Itt a cetli. One Piece. Ah. One Piece, úgyhogy ez akkor egy One Piece karakter. Nem a nagy kalapos, mert annak így az egész szeme körül uh-huh. van valamilyen cumó. Biztos benne lesz majd a fizetben. Biztos benne lesz. De tök jó, egy One Piece ilyen szemfedő. Ez szerintem nagyon különleges. Kérdik tetszik. Nagyot? Jó, kiveszem a nagyot. Jó, vedd ki a nagyot. Egy aladinos... Egy aladinos kis figura. Valami. Collect the Mall. Gyűjthető 4 darabos a szett. Igen, ez egy Funko. Funko termék, de nem pop, hanem valami más. Hanem fajta. Valami fura. Azt mondja, hogy itt kell az elejét feltépni. Aha. És lehet Aladdin, Jasmine, Genie vagy Jafar. Ez pedig egy Jafar. Tere! Van a kis jágóval. Kobres jogar, meg kis mini jágó is. Ez cuki. Aha. Nyilván nem egy, mit tudom én, képregényes, vagy animés, vagy videójátékos figura, hanem Disney-s, de aranyos. Funko úgyhogy nyilván aránytalanul nagy a feje, de nem az a klasszik Funko pop figura, amiből mind ugyanúgy néz ki lényegében, csak pici változtatások vannak rajta. Szerintem ez buli. Ja. Cukika. Cukika. Elég menő. Nem akarok úgy meghalni, hogy az Aladdin játékot nem vittem végig. Én azt sose vittem végig. Komolyan? Aha. Én végig toltam meg az Oroszlán királyt is, azok azért jó, nagyon, én nagyon bitangok voltak. Az Oroszlán királyt, ott nem tudtam legyőzni a Zordont. Aha. Az Aladdinban is, meg az Oroszlán királyban is, most akkor kanyarodjunk el egy kicsit, volt egy-egy ilyen borzasztóan nehéz pálya, amit nem jutottak el nagyon sokan. Az Oroszlán királyban az, amikor a víznél vannak, és ilyen kicsit LSD trippes aha. lesz, és a zsiráf fejeken kell ugrálni, és belesen a vízbe elrontod. Az Aladdinnál meg ugyanez volt, amikor bekerült Aladdin a Genie lámpájába, és ilyen kis lufikon kellett ugrálni, azok nagyon nehezek voltak. Én az Aladdinban a lufisat gyűlöltem nagyon, meg volt egy, amikor a repülőszőnyeggel kellett repülni, azt is nagyon gyűlöltem, meg ott a végén volt valami flamingós pálya. Azt hiszem, ott már a palotában. Aha. Azt sem nagyon szerettem. Az Oroszlán királyban meg mindent gyűlöltem, az összes hiénát nagyon gyűlöltem. Jaj, jók voltak ezek nagyon. De közben egy Jokeres, méghozzá a Killing Joke című történethez kapcsolódó. Ez nem, mi is póló, mi ez? Ez egy párnahúzat. Párnahúzat! Zseni! Killing Joke, ugye ez az a sztori, amiben Joker teljesen megkattan, elrabolja Gordon felügyelőt, de ami ennél is durvább, lelövi a lányát, Barbara Gordont, az egykori Bad Girl-t, aki ettől megnyomorodik, és tolókocsiba kényszerül, és így lesz belőle ugye orákulum a képregényekbe. Ez annak a képregénynek a borítója, ez rohadt jól néz ki. Igen, és azt akartam pont mondani, hogy nem tudom, emlékszel-e, hogy milyen fekete-fehér kanap a dizájnja, és pont vannak itthon ekkora párnáim, amire... Komolyan! Egészen véletlenül! Komolyan! Mik nem vannak! Soha nem gondoltad volna, de mik nem vannak, az összefüggések. És anyukámmal tegnap egy 40 percig válogattunk az IKEA-ban párnózatokat. Igen? És ez pont akkora, amit ő is keres, mondjuk valami tavaszi mintát akart, ez nem feltétlenül. Hát egy passzol. Tavaszi Joker, viszont teljesen jó. Én egyre kevésbé értem, hogy az hogy függ össze. Tehát a Jafar... Gonoszok. Valamiféle a gonoszokkal kapcsolatban, mert Joker gonosz, Jafar gonosz, a kis füzeten a valami K betűs, de nem fog eszembe jutni a neve. Ő is Kálmán. Gonosz, Kálmán, meg akkor biztos, hogy a One Piece-ben ez a félszemű is egy gonosz, de nézzük akkor tovább, hogy nézem a... Még a póló előtt van a pin. Aha. Jó, biztos, hogy... és itt is van a megfejtés, Tyranny. Uh-huh. A kulcs szavunk. És a Pindur Pandurokból Mohó Jojo. Mohó Jojo. Mohó Jojo kitűző.
Ez is itt van még, és mindig először szoktuk a pólót, de most pont úgy nyúltam bele, hogy a legvégére maradt. Így nyomsz bele. Ez egy fehér póló. Ne! Super Mario. Jó, ez elég menőn néz ki. És akkor megnézem én is. Bowser-ös. Bowser-ös. Bowser-ös póló. Ott van az alján, hogy Rule the Mushroom Kingdom. Aha. Hát ez szuper. Igen, pont úgy van hajtódva. Pont úgy gyűrődött hogy... meg, de... De annyi baj legyen. Itt vannak valami fura jelek a tetején. Igen. Rule the Mushroom Kingdom. Bowser-ös póló. Jó. Semmiben nem tudok belekötni kb. Ez a dobozba. Ez nagyon, nagyon jó. Nagyon király, és főleg úgy, hogy ugye 9-10 vagy ilyen 12 ezer attól függően, hogy milyen szállítást választotok, de ez még a durabb szállítással is megérte szerintem, és azért nem tudom, nekem ez így összességében jobban tetszik, meg úgy néz ki, mint hogyha többet adnának, aha, meg mindenféleképpen jobb cuccokat, mint a drágább loot crate dolgok. A keményű cuccok a loot crate-nél, meg mindig válaszolnak, meg mindig kiküldik másodszor is ugyanazt a dobozt nekünk. Azért mondtátok ti is többen, hogy térjünk át a Woodbox-ra, mert jobb, ez is közrejátszott abba, hogy őket választottuk, mert mindenféleképpen váltani akartunk három hónap után, és valószínűleg a Woodbox után is megint fogunk, hogy sokfélet meg tudjunk nektek mutatni. De ez így eddig nagyon jó döntésnek tűnt, mert ezek mind szuper dolgok. Jafar is aranyos, párnahúzat zseni, mohó jó, pindurpandurok. Szeretjük, én nem ismerem, de a One Piece rajongók biztos egyből rávágták, hogy kicsoda is, és tök jó, meg ötletes nagyon egy ilyen szemfedő. A póló meg. Meg a póló is tök jó. Póló meg szuper. Azt néztem, hogy miért ilyen sárga doboz belseje. Aha! Mert benne aha van az agy. Úgy, mutasd meg. És ugye ez ilyen hajtogatni, igen, és akkor és amolyan fajta lesz. Na, én kinyitom ezt a... Itt van az elején, ahol ugye a zsarnokokról írnak egy kicsit... lehet, hogy már tudom, hogy ki az. Igen? Aha. Aztán itt vannak mindenféle menő képek az előző havi woodboxokról, aztán a hónap választotja az a Sekiro. Én választottam is, lesz ez biztos. A Mega Woodbox sajnos megint nem lett a miénk. Pedig azért... Pedig lehet, hogy magam alá azzal csináltam a volna. Mert hogy van benne egy 117 centis Frostmourne replika, egy 500 eurós Joker szobor, ami 66 centi magas, egy 380 eurós Negan, ilyen Walking Dead szobor, ami 30 centi magas, egy roller, ami nem is roller, ilyen electric scooter, elektromos roller, meg egy zajszűrös Bose fejhallgató. Úgyhogy hát ennek örültünk volna, nem a miénk, de annyi baj legyen. Szóval van egy Joker párna húzatunk, itt ugye árakat is írnak mellé, erre azt írják, hogy ez egy 10 eurót érő cucc. Aztán van ez a 5 star Jafar kis szobor, amire 15 eurót írnak, az ugye már 25. Aztán van a Máriós póló, ami még 20. Akkor már 45. One Piece, ezt nagyon sajnálom, hogy nem ismertem fel, mert ő Zoro, ő a három kardos. Pont a kedvenced. Igen. Ez plusz 10 euró, akkor már 55-nél járunk. Szanatorius stílusban. És aztán van még egy 4 eurós exkluzív pin. Tehát 40, 59 euró az egész egyben, ami azért elég jó. A következő hónapi hintről neked bármi? Fogalma. Azt sem tudom, hogy kell ezt nézni. Hát ez tök olyan, mintha kék lenne a haja, zöld a ruhája, rózsaszín a bőre, és ki lenne a szemen körül festve, mint a kisz. Lehet. De hogy ez mi a jó ég? Lehet, hogy ez ilyen... Így nem tudom, most így a Warcraftos elf jutott eszembe, hogy annak ilyesmi a dizájnja. Igen. Lehet, hogy ilyen elfes. Szerintem ez igen, ez akkor egy Warcraftos sötét elf. És akkor ez lehet...
nem tudom, mi lesz a téma. Lehet elf, és akkor lehet benne egy kis gyűrűkura, lehet benne egy kis Warcraft akár. Lehet MMO-s, lehet simán fantazis. Ja. Sokféle lehet, de sokféle azt is lehet. Várjuk azért a WoW-ot, szeretjük, de ezt tudjátok. Kíváncsiak leszünk, igen. Hogy mi van benne. Úgyhogy ezt tudta a márciusi Woodbox. Én nagyon elégedett vagyok, meg nagyon örülök neki, hogy váltottunk. Én is, mindenféleképpen abszolút most jobban tudom ajánlani egy doboz után is a Woodboxot, mert a Loot Crate-nél kialakult egy tendencia, ami talán a DX-nél csúcsosodott ki, tehát ott éreztük a leginkább, hogy főleg annyi pénzért nem kapunk annyi meg olyan minőségű terméket, de itt meg semmit nem dobnék ki a cuccok közül. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy az áprilisi doboz is legalább hasonlóan jó lesz, amiben akkor valószínűleg lesz valami vovos cucc, amit szeretünk. Írjátok meg, hogy szerintetek ebből mire, mire következtettek, de mi erre gondoltunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük most a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, meg iratkozzatok fel a csatornánkra, ahogy Csirke is mondta, rengeteg hasonló tartalommal készülünk még, illetve azt is írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett ez a doboz, meg milyen dobozokat szeretnétek még, hogy nyissunk. Nagyrészt tényleg azért is döntöttünk a Woodbox mellett, mert hogy egy csomóan ajánlottátok, úgyhogy ha van valami, ami szerintetek menő és érdemes lenne vele foglalkozni, akkor írjátok meg és fogunk. Úgyhogy most még egyszer nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!